Hát nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadták a megkeresésünket. A vonal túlvégén Simon Gergő, a Hungaromet meteorológusa. És Gergő, az ügybe szeretnék érdeklődni, hogy hát milyen időjárás várható a héten. Ugye mindenki hőhullámról beszél, valóban ez lesz? Igen, meg tudom erősíteni. Az előttünk álló héten egy hőhullámos időszak veszi kezdetét, és sajnos hogy az előrejelzések alapján még mi sem nagyon látjuk, hogy hol lesz ennek a vége. Tehát frontok érinthetnek bennünket csütörtökön, illetve hétvégén is, de ilyen hőségzáró, nagyobb volumenű hidegfront, ami után tartósan csökken a hőmérséklet, olyan sajnos nem látunk. Tehát ez úgy néz ki, hogy ez egy tartósabb, egy másfél hétig tartó hőhullám is lehet. Úgyhogy a következő napokban mindenképpen arra kéne készülni, hogy a csúcsértékek délutáni órákban 35, a hét második felében már akár a 37-38 fokot is elérhetik, illetve már az éjszakák sem lesznek annyira frissítőek, tehát még azért az elmúlt napokban lehetett egy jót szellőztetni, most már az éjszakák is egyre melegebbek lesznek, az is könnyen előfordulhat, hogy ilyen 19-20 fok lesz csupán a minimum hőmérséklet, úgyhogy az alvás sem lesz most olyan könnyen kivitelezhető, és a hőség nagyjából így a hét második felében, a hétvége tájékán tetőzik majd itt a Kárpát-medencében, lehetnek olyan részek, kivágképp az Alföld egyes részein, ahol akár még a 40 fokot is elérheti a csúcsőmérséklet. Gergő, hát én azt gondolom, hogy nyáron mindenki vízpartra vágyik. Mi a helyzet a Velencei tónál, illetve a Balatonnál? Jelenleg a legfrissebb méréseink alapján a Balaton 24, illetve 25 fok körül van most, de ez mindenképpen melegedni fog a következő napokban. Tehát nagyjából egy-egy nap ilyen 1-1,5 fokot tud melegedni a tó, úgyhogy mindenképpen ugye hétvége felé már azért elég kellemes hőmérsékletre melegszik fel a Balaton, illetve a kisebb tavaink is, sőt a hétvégén már azt is megmerem kockáztatni, hogy annyira már nem lesz frissítő belemenni sem. De mindenképpen most a következő napokban azért még átmeneti felfrissülést hoznak a tavaink, és hát igen, mi is számítunk erre, illetve gondoljuk, hogy nagyon sokan meglátogatják a nagyobb tavainkat, amire különösen felhívnánk a figyelmet, hogy aki teheti, mindenképpen kövessen nyomon a tavainkon működő viharjelzést, illetve erős, nagyon erős lehet majd az UVB sugárzás, különösen 11 és délután 3 óra között, tehát mindenképpen védekezzünk a napkáros sugarai ellen is. Simon Gergőnek nagyon szépen köszönjük a mindenre kiható tájékoztatást.